Nem mindennapi programot hirdetett meg a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Puzzle rakásra hívják a városlakókat és mindenkit, aki szereti a társasjátékot. A több mint 33 darabból álló kirakósnak pénteken kezdődik meg a kirakása, és 48 órán keresztül fog tartani. Pénteken 4 órától egy 48 órás különleges puzzle kirakó eseményre hívunk mindenkit itt Udvarhely környékéről is, más távolabbi vidékekről is, hiszen egy 33.600 darabos óriási puzzle-t szeretnénk 48 óra alatt kirakni, és az a 48 órás kihívás az éjjel-nappalra vonatkozik. Tehát kezdünk pénteken 4 órakor, és reméljük, hogy vasárnap 4 órára sikerül is ezt megvalósítani. És akit érdekel, felhívom a figyelmét, hogy a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány, illetve a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár Facebook oldalán megvannak azok a regisztrációs lehetőségek, amivel be lehet jelentkezni, ugyanis azt szeretnénk, hogy ne tumultus legyen, de ugyanakkor folyamatosan történjen ezeknek a kis puzzle darabkáknak a helyreillesztésük. Ugyancsak ezen a hétvégén vasárnap egy másik puzzle rakás is lesz Székelyudvarhelyen. A rekord az 551 ezer darabból áll, viszont egy másik érdekes dolgot találtunk, ugyanis 2023. április 19-én New Yorkban 2423 személy egy puzzle figurát alakított ki. És mi megpróbáljuk ezt a rekordot felülmúlni, és várunk mindenkit, aki az ilyen érdekes, különleges dolgokat szereti, hogy jöjjön el Udvarhelyre vasárnap, tehát július 2-án, ez 5 órától lesz az esemény, tehát 4-kor fejeződik be a másik, és 5-től lesz ez, a Márton Áron téren, vagyis a Patkóban. Ott kirajzolunk egy hatalmas puzzle figurát, és megpróbáljuk minél többen kialakítani ezt, minél többen vagyunk, annál nagyobb valószínűség, hogy megdöntjük ezt a rekordot. Erre is regisztrálni kell, mondta el a Városi Könyvtár igazgatója, aki arra kérte a vasárnapi játék résztvevőit, hogy érkezzenek zöld ruházatban, hogy majd a kirajzolódó alakzat is zöld legyen.